Különösen te, Camille, ne beszélgess erről az egészről sem Myrával, se Carlával. Ki, én? Igen, te. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Nem érted, ugye? Mit? Sosem veszed rá Victoriát, hogy Tony ellen forduljon. Igen, ez biztos. Na és téged? Az attól függ. Mi a hasznom belőle? Furcsának találom, hogy Max és Rachel már ismerték egymást. Te nem? De igen, nekem is furcsa. Ki az? Én vagyok, Rachel. Bemehetek? Igen. Csak várj egy pillanatot. Szia. Már aludtál? Szia. Nem aludtam. Beszélhetünk? Persze. Szeretném, ha most nem hazudnál. Tudnom kell az igazat. És te is őszinte leszel velem? Mi okom lenne hazudni? Ennek az egész rémes ügynek én vagyok az áldozata, nem? De igen. Akkor kezdjük. Nemrég beszéltem édesapáddal. Érdekes dolgokat mesélt. Tőled is megkérdezem azt, amit tőle, hogy egyet mondtok-e. Az egész családod sorsa tőled függ, úgyhogy légy szíves, ne hazudj. Rendben. Rendben. Megígértem neked, hogy nem juttatlak a rendőrség kezére, Rachel. Hogy nem teszek ellened semmit. Ennek ellenére mégis megszöktél innen. Miért? Szereted még Max-et? Nem. De nyilvánvalóan szeretted. Összeházasodtatok, és... Mégis mi történt? Max hazudott nekem. És felhasznált. Nem az a férfi, akinek hittem. De azért még csókolózol vele, nem? Mi? Láttak titeket. Hogy láttak? Szeretném, ha idehoznád azt az illetőt, hadd hazudjon a szemembe. Na és ma délután? Mi van vele? Kettesben voltál a szobájában Max-el, nem? Képzelem, mi történhetett. Tony, ne viccelj! Számtalanszor voltál már a szobámban, és nem volt semmi. Ugye így volt? Igen, igazad van. Ne haragudj. Nézd, az az érzésem, hogy rosszul kezdtük. Sajnálom. Ha nem bízom meg valakiben, nem történik semmi. Nem engedem közel magamhoz. Te egy fantasztikus nő vagy. Kezdjük előre, jó? Gyere, üljünk le. Nézd, Rachel, nem értem. Megígértem, hogy nem juttatlak börtönbe, nem? Megmondtam, hogy beleegyezem a válásba is. Mégis megszöktél innen, miért? Mert nem hittem neked. Azt gondoltam, hogy te is csak fölhasználsz, aztán majd átadsz a rendőrségnek. Elárulod, ki hitette ezt el veled? Max? Igen. Na és mivel magyarázta? Mit mondott, mi a célom veled? Azt mondta, csak használni akarsz. Le akarsz fektetni, aztán majd átadsz a rendőrségnek. Ó, Istenem. És te elhitted? Igen. Aj, Rachel, te okos lány vagy. És ráadásul nem is ismert még engem annyira, hogy előre tud, hogy mit fogok tenni, nem? És hiszel Maxnek? Tudod, hogy meg akart gyilkolni. Tudod, hogy többször hazudott neked. Nem hiszem, hogy Max teljesen normális. De Max azt mondta, hogy baleset történt a helikoptereddel. Na, Istenem.
hittél neki? Már nem tudom, mi az, amit elhihetek. De azt tudom, hogy ti ketten gyűlölitek egymást. És engem állítotok a háború középpontjába. Mindketten engem adnátok arra, hogy bántsátok a másikat. Elegem van ebből, és nem fogom hagyni. Mit szeretnél? Ki akarok szállni? Megszólalán? Nem. Már megmondtam, hogy nem szeretem Maxet. Akkor miért szöktél meg vele? Mert ez volt az egyetlen lehetőségem, hogy ennek véget vessek. Előbb vagy utóbb próbálkoztál volna, nem igaz? Meddig tarthattalak volna még féken? Ne mondj ilyet. Rachel, a szavamat adom neked, hogy sosem foglak olyasmire kényszeríteni, amit te nem akarsz. Tudtam, hogy eljön az a pillanat, amikor megpróbálsz rábeszélni, hogy bújjak az ágyadba. Nem hagyom magam ilyesmire rábeszélni. Ha úgy döntök, hogy lefekszem valakivel, akkor azért teszem, mert én akarom. Szabadon akarok rendelkezni a testem fölött. Értem. Ne haragudj. Én egyenes és tisztességes ember vagyok. Csak azért nem szóltam senkinek, amikor megtudtam az igazságot, mert megrémültem. Nem akartam börtönbe kerülni. Nem fair, hogy a családomnak is nekem kelljen fizetni azért a bűncselekményért, amit el sem követtünk. Persze, hogy nem fair. És most mi lesz? Sajnálatos módon a bűnös még szabadlábon van. És nem tehetek semmit annak érdekében, hogy lecsukják. Te is tudod, hogy miért. Igen, ezt megértem. Viszont ha tudod, hogy ártatlan vagyok, miért nem válunk el békében és vetünk véget ennek a rémálomnak? Azért tartasz itt, hogy fájdalmat okoz Maxnek? Ugyan, Rachel. Ez csak egy kis része a dolognak. Azért tartalak itt, hogy megvédjelek. Mitől kell megvédeni? Az olyan emberektől, mint Max. Meg akarlak kímélni az újabb csalódásoktól. De hát már megmondtam az előbb, hogy semmit sem akarok Max-től. Gyűlölöm. Mexico Cityből is gyorsan tovább akartam menni. Azt nem tudom, hogyan, de mielőbb szerettem volna némi pénzt szerezni és visszamenni San Franciscóba. Kérdezd meg Max-et. Azt hiszed, hogy hagy elmenni? Rachel, ez az ember megfenyegetett azzal, hogy börtönbe fog juttatni. Megfenyegette az édesapádat. Azt mondta, hogy lecsukatja, mert lopott holmikkal kereskedik. Erről hogy szerettél tudomást? Beszéltem az apáddal. Nézd, Max akár a világ végére is utánat fog menni. Ezt jobb, ha megjegyzed. Kérlek, Rachel. Miért érdekel, hogy mi lesz velem? Azért, mert érdekel. Miért? Azért, Rachel, mert tudom, hogy te nem tehetsz semmiről. Max téged választott arra, hogy részese legyél a tervének. Tudom, hogy nem a te hibád, hogy most itt vagy. És arról sem te tehetsz, hogy össze van zavarodva benned a világon minden. Úgyhogy légy szíves, próbálj megnyugodni egy kicsit, jó? Érezd itt jól magad. Ha majd elcsitultak a kedélyek, akkor eldöntjük, hogy mi legyen.